Sziasztok, köszöntök innen mindenkit az Öves vezételéről. És most ezt a vágányt fogom bejárni, amelyik innen megy a hévvég állomástól egészen a kőbánya teherpályaudvarig. Hát ez most az összekötő vágány, ami a hévvonalat köti össze a nagyvasúttal. Viszont itt régen a gödöllői hév az egész a keleti pályaudvarig tartott. 1970 óta vágták vissza ide az Örösre, és az egyik vágányt pont emiatt hagyták meg, hogy a üzemi kapcsolat az biztosítva legyen a Fehér úti járműteleppel is, és a nagyvasúttal is. Nem csak Gödöllő, hanem itt is. És ezt időszakosan szokták is használni hészállításra, de például nem is olyan régen a Desiro is itt jött be a vonalra, amivel próbáztak csömölt fele, és ami február 4-től menetlen szerint fog járni. Úgyhogy jelenleg ezt a vágányt járjuk. Gyakorlatilag itt a harmadik vágány, az Örösmenő téli hét még végállomásnál, mutatom. Ugye ez megy tovább egyenesen. Itt a Fehér úton keresztül, egy vágány átszeléssel a 3-as villamosnál. És ez volt a régi egyik átmenő vágány az Örsön. A másik ott, ahol most a szerelvény is áll, a második. És így gyakorlatilag így ment tovább egyenesen a Kerepesi úton. Egyébként erről jövünk. És egyébként ez látszik a szervényezésben is, mert az Örösvezértéri végállomásnál az a 39-es szervényben van. Tehát nyilván a nullás az a keletinél volt, addig elfogad. És ezt a harmadik vágányt ezt szokták néha használni, de nagyon ritkán. Majd láthatjátok, hogy azért néha szoktak ide is vonatot fogadni. Menetlen szerint naponta egyszer-kétszer ide jön, amikor vagy hogyha éppen valami zavar van és a másik kettő tele van. De egyébként nem jellemző, hogy ezt használnák. És akkor menjünk szépen tovább. Ott látszik a folytatása tovább a Kerepesi útnál. Ezzel fogom most végig gyalogolni. Na, itt látjátok a vágány átszelést. És itt látszik, hogy 20-as lassújel. Innestre kezdve, ugye nyilván ott a lassújel kezdete jelzi a túloldalt is, hogy 20-szal járható ez a vágány. És gyakorlatilag ott van egy villamosokat fedező jelző, ilyen holdfénylámpa. És ugye a hév az ittól és vágány átszeléssel csatlakozik. Látjátok, a szintbeni vágány átszelés. Ez ugyanolyan, mint ami a kőbánya hízdalónál van a 3-as villamos vonalán. Gyakorlatilag ez a szintbeni vágány átszelés, ez 2001 óta létezik. 2001 tavasza környékén lett összekötve a két villamos vonal, és akkor jött létre a 3-as villamos. Ugye még 2000 környékén épült meg az árkád előtte. Itt a 13-as villamosnak volt egy kudak vágánya, itt az átkelt helyén, ott fordultak vissza. A másik oldalt, ha jól emlékszem, akkor a 63-as volt, de itt két külön villamos viszonylat volt, és akkor gyakorlatilag itt ütközőbakba végződött az itteni villamosvonal. És 2001-ben épült meg az összeköttetés, és jött létre a 3-as villamos. És ez a vágány átszelés is akkor épült be ide fele. Pedig ugye szintbeni átkelési lehetőség nincsen, tehát itt most kénytelen vagyunk aluljárózni. Úgyhogy azt látjátok, az aluljárónak van a túloldalt kijárata, úgyhogy itt le kell menni az aluljáróba, és a másik oldalt feljönni. És akkor közben átjöttünk a másik oldalra. Ugye, látjátok, itt is lámpával van fedezve, és a hévszállítás itt szokott menni. Ja, és felső vezeték már nincs a vágány fölött, azt valamikor olyan 2000 környékén bontották le. Egy részét nem hivatalosan, valószínűleg a maradékot azért is szedték le, hogy ne lopják el a többit is. De én 1997-98 körül láttam olyan videót, mikor itt még önerőből felső vezetékkel ment a hív szállítása. És hát innentől kezdve így legyen a sárgány. És akkor mindjárt megnézzük a felépítményt is. Rendes, 48-as sinek, betonaljak, LX-es betonaljak, ahogy látom, igen. És hát akkor menjünk tovább. Hát a második vágányt azt már felszedték.
De ugye a helye az még mindig itt van. Úgyhogy... És akkor... Betonaljas pálya vége, innestől talpás. Ez pedig már egy nagy vasúti jelző. De mindjárt megnézzük a másik oldalról is. És akkor nézzétek itt... Itt ez egy nagy vasúti jelző, ami vöröset mutat, és gondolom hívójelzéssel lehet itt bejárni az állomásra. Ezt nézzétek, a rövid talpás szakasznak itt vége, és innestől kezdve ismét betonaljas. És egyébként itt, hogy ott megyünk tovább, itt is az látszik, hogy betonaljas az egész felépítmény. A sideg pedig továbbra is 48-asok. És egyébként látjátok, itt az oszlopok még mindig megvannak, abban a felső vezeték volt. És voltak olyan tervek is, ez még a hosszú távon, mert nagyon régi terv, hogy az M2-es metró, amelyik itt van mellettünk a túloldalon, a járműtelep is, meg a metrópálya is, és a Gödöllői hívvonal össze lesz kötve, és gyakorlatilag például a Cinkotáig metróüzemként működne. És ennek egyik lehetséges megoldása, hogy az lett volna, hogy a stadionok állomástól, vagy most már Puskásfele stadion, itt a Kerepesi útnak ezen az oldalán egy új pálya épülne. Ezt a vágányt is felhasználva. És úgy csatlakozna az Őrsvezérté téri állomáshoz. Gondolom, hogy itt áll, valahol még jóval korábban elkezdve a sülyeztést, és nyilván kéreg állomásként, vagy hát nyilván nem szintbe keresztezni a fehér utat. Vagy pedig magas vasútként, tehát felülről felüljáron keresztezni. Ez a két lehetőség, mert merült fel, egyébként ott jön az egyik Alstom metró. Ugye itt van mellettünk az M2-es pálya. De az eredeti 2-es metró építési terve is az volt, hogy a végállomása az a mostani Puskás-Fene stadion helyén lett volna, és a Gödöllői hévet addig meghagyták volna, és ott lett volna a színbeni közös peronos átszállása a metróról. Azért is épült azon a megálló négy vágány. Tehát gyakorlatilag középen ment volna a metró, és a két szélén a hév. Vagy fordítva, hát ezt már mindenféle tervek voltak rá, de gyakorlatilag most a két szélén megy a metró, és nyugodtan a Gödöllői hév az bejöhetne középre. És akkor ott át lehetett volna szállni egy közös peronon. De hát ez sajnos nem valósult meg, és hát később döntöttek úgy, hogy a metró az jöjjön ki az Őrsvezértéig, és a Pillangó utcai metróállomás is utólag lett betervezve. És akkor itt az egész pályán, itt van még egy színbeni kereszteződés, itt a Róna utcánál, mindjárt oda is érünk. Illetve ezt később alakították ki, de majd mindjárt kis közelemlénk, és akkor megmutatom nektek. Itt van még egy érdekesség. Itt az egyik érdekesség. Ezt egyébként nemrég csinálták, néhány évvel ezelőtt épült ez így ki, hogy itt egy ilyen menekítő, tehát látod behajtani tudod kivéve BKK, hogy innen be lehet jönni a közúton, és sokszor ezeket a betonterelemeket be is szokták ide tenni, hogy tényleg ne jöjjön be más. De épült ide egy becsatlakozó út, és ezt arra szokták használni, hogy amikor metrópótlás van, akkor a metrópótló buszok azok itt le tudják vágni, vagy ki tudják kerülni a dugót valamennyire. Hát ez valamennyi segít, mert hogyha eddig elvergődött a dugóba, akkor innen már Pillangó utcáig tud haladni. Akkor a Pillangó utcáig itt el lehet jönni, mert innen már aszfaltozott a vágány végig. Ahogy látjátok, és itt már van aszfalt végig a vágány mentén, és itt pont egy busz itt elfér. Ez nagyjából olyan széles. Tehát itt a metrópótló buszok tudnak menni. Rából valamennyire, hogyha itt reggel van metrópótlás, akkor az lehet segítség, mert itt a Kerepesi úton mindig dugó van. És hogyha eddig már valahogy eljutott a metrópótló busz a dugóba, akkor innen már tudtod egyenesen haladni. Azt mondjuk nem tudom, hogy itt mennyien szoktak egyébként behajtani úgy, hogy piros, mert ugye van egy térfigyelő kamera, vagy valahol, ami ezt figyeli, és szólja a büntetés, és egyébként kéne, de nem tudom, hogy építettek-e. De ezt így körülbelül egy olyan 4 évvel ezelőtt, vagy ha jól emlékszem, akkor építették meg ezt a csatlakozást ide. És azóta használják is. Ezt már ugye a BKK-nak az egyik jó ötleteik közé tartozott. És hát akkor innen ugye haladunk tovább. Ott a távolban már látszik az egyetlen szintbeli kereszteződés, de
Azt majd hamarosan odaérünk, és akkor megmutatom. Na, eddig ennyit jöttünk már, és akkor nézzétek, hamarosan közeledünk. És itt van egy 10-es lassú jel még, és itt van az egyik szintbeni kereszteződés. De mindjárt megnézzük közelebbről. Itt van a Róna utcai szintbeni kereszteződés, itt a vasúton közlekedő járművek mellé kiraktak egy közúti fényjelzőt, és a buszoknak. És valószínűleg itt van egy ilyen bejelentkező. Igen, hogy ezt így furcsa lehet itt, és itt lehet bejelentkezni a kereszteződésbe, hogy néha váltson át és adjon zöldet. Hát ezt én most nem tudom megtenni. És egyébként itt építik mellettünk a pillangóparkot. Itt most megy az építkezés, ez is látszik. Valószínűleg azért behajtani tilos tátába, és azért került ki oda. De ezt mindjárt közelebbről megnézzük. Tehát ilyen nyilván, hogyha itt komolyabb forgalom lenne, vagy esetleg itt vezetnék a metróba, akkor ezt a kereszteződést is fel kéne számolni. Erre is voltak tervek egyébként, így a Gödöllői évesztekedés lénye, hogyha ez a verzió valósulna meg, hogy az egyik az volt, hogy ezt az utcát teljesen lezárják innen, hogy ne lehessen kikagyarodni a kerepesire egyáltalán, mert a forgalom az elhanyagolható innen. A másik pedig ugye nyilván az volt, hogy akkor jóval hamarabb el kell kezdeni sülyeszteni a pályát, hogy már itt is alulról tudja keresztezni. Hát meglátjuk. És akkor mindjárt most így átjövünk, mert most itt egy piros a lámpajára nem jöhet semmi. Úgyhogy haladjunk át gyorsan. Egy, amelyik átjött a piroson. Azért nem állt vigyázz, de akkor is, ha neked van zöld, és itt van. Tűnös tábla, hogy igen, MÁV, HÉV az jöhet, mert ki van a szerelvények, plusz a BKK, tehát a metrókótló buszok. És egyébként itt épül át a pillangópark, ti megnézitek. Itt valami le van kerítve az egész, de ez már nyár óta így van. És hát olyan nagyon sok javulás, vagy hát előrehaladás nem látok azóta. Itt volt ebből probléma, amikor itt szerelvényeket szállítottak, volt olyan, hogy itt az építési terület nem volt ennyire elkordonozva, hanem kijebb volt a kordon, és rápakoltak a vágányra is. Különböző dolgokat itt az építés végzők, és nem tudtam oda elmenni. Tehát azóta itt már jobban meg van csinálva a kerítés, meg távolabb került a vágányoktól. Hát gyakorlatilag innen a helyzet változatlan. Le van aszfaltozva. Az oszlopok végén megvannak, amik a felső vezetéket tartották, de vezeték nincs rajtuk. És itt van egy 10-es lassú jel a kereszteződésbe. Na de menjünk tovább. És akkor elérkeztünk a másik megmaradt tárgyi emlékhez. Most így a kordonon belül van, de próbálom megmutatni, itt is van. Viszont néhány méter a régi második vágányból megmaradt. Ez bizony ez egy sín szál itt a fatövében. Ennyi maradt meg, itt húzódott a második vágány. Ugye, sokáig, amit felszedtek. Amikor még a HÉV a keret így járt, az annak a vonalnak a maradványa. Tehát gyakorlatilag a második vágány, hát az valahol ott lehetett a másik felem, mert nyilván a közelebb volt. Ez hát itt végig két vágány ment. És a második vágányból ennyi maradt meg. Talán még a sínszállal kicsit rá tudok menni. Ezt valamiért itt a fatövére meghagyták. Még a 1970 környékén. Mindjárt nézzük. És egyébként majd hamarosan elérünk a Pillangó utcához, egy metró megállóval szemben, és szerintem itt vannak arra jelek, hogy ott is lett volna egy megállóhely, de ezt majd, hogyha odáig elérek, akkor megmutatom. Addig szépen haladunk tovább így a vonal mentén. Közben épül a pillangópark, bár látványos előre haladást nem látni. Meg azt sem lehet tudni, hogy mikor lesz készen. Hát majd egyszer, még igazából semmilyen kihívás nincsen, még a várható befejezésre se. És egyébként ott a metrópályának, a metrópálya mellett még az út előtt van egy járda is, amin a forgalmatjákatok elhanyagolható. Tehát de például a biciklire nagyon jól lehet ott menni, mert egyszerűen ugye hát itt nincs hova menni, mert itt a járműtelep van mellettünk, ahova nincsen bejelentődni a járdától, tehát itt az őrség simán el lehet úgy menni, hogy nem találkozol senkivel. Mert a Pillangó utcától nyilván az őrség senki nem gyalogol. Ha már addig metróval ment, akkor már miért ne menne még egy megálló tovább.
Tehát hát nyilván, akik itt a lakótelepen laknak, erre felejük szállnak le itt a Pillang utcai megállónál. De bárban volt ilyen terv is, hogyha tudtam, hogyha úgy valósulna meg a Gödöllői hév és M2 összekötés, hogy itt lenne új pálya a Kerepesin, meg ezen az oldalán, akkor sem vesztenénk vele semmit, mert ugye itt áthelyezve ide a Pillang utcai megállót, még közelebb is lenne mindenkihez. Mert a másik oldal tényleg dicsesebb, és akkor járműtelep oda meg. Ilyen nyilván nem utazik senki ebből a megállóból. És hát közben haladunk. Mindjárt a Pillang utcához érkezünk. Itt legalább van egy tájékoztató tábla. Várható befejezés január 15. Hát az nem sikerült, az már elmúlt. Meg egy hatalmas közérdekű közlemény, na azt igen, de ezt az alatta lévő másikat ezt nem, mert van borzalmas helyesírással van írva. Vissza a 0-0-ához is, meg se többi. Port népnek a hisze. Mi van? Hát, helyesírási tanfolyamra elküldeném, aki ezt ide írta. Na mindegy, menjünk tovább. Most nem a közérdekű közlemények érdekelnek egyébként. Ezt eltüntették innen, meg itt a felújításnál, de itt valahol volt egy ilyen kiemelés. Valahol, vagy hogy nagyon szegély, tehát szerintem egy megállóhely régebben is volt, és annak a peronja maradt meg. Hát nem tudom, ennek még utána kéne nézni, hogy volt-e itt megállóhely, mikor még a keletiig ment a hév, de hát logikus lenne, hogy legyen, mert már több mint egy kilométert jöttünk az Őrstölt, és véletlenül, hát ha ez a lakótelep nem is volt akkor még itt, mert szerintem nem volt, ez egy keletvárosi rész volt, itt az Őrstvétele és környéke is. Meg ahol most a Füledi lakótelep van, az is, de azért véletlenül, bár akkor is volt itt valami. Ami miatt mondjuk érdemes volt ide egy megállóhelyet lakni. Közben elhagytuk a Pillang utcai metró megállót, itt szemben van a P+L parkoló, azt is egy olyan 2 vagy 3 éve újították fel rendesen, addig az ilyen vadparkoló szerűként működött. Itt nem is volt leaszfaltozva, hanem így random jelleg odaálltak az autók, de az már régóta úgy működött. Aztán most kb. 3 éve vagy 2 éve ezelőtt megcsinálták. Rendesen leaszfaltozva, fizetős lett, meg van kijelző, hogy hány szabad hely van benne. Rendes felfestett parkolat lett, tehát itt egy hagyományos P+L parkoló lett belőle. Ami egyébként jó ötlet, hogy itt lehet hagyni a kocsit, és akkor innestől közel a metróval lehet a belvárosba menni. Ez mindenképp előrelépés, még több ilyen kéne. És hát akkor itt közben haladunk tovább a Vágai mentén, és akkor itt fogjuk elhagyni a Kerepesi utat, majd lesz itt egy elég szűk ív, ahol befordulod a vasúti töltés mellé. Ennek az az érdekessége egyébként, hogy itt, de majd azt később elmondom, csak menjünk egy kicsit közelebb. Na és akkor megérkeztünk az ívhez, amin szintén 10-es lassújel van, az, ami érthető, mert elég meredek, így vagy hát elég kis sugarú. És egyébként itt volt egy, még baleset is 2004 augusztusában valamikor történt, hogy ott Magyarót környékén elszabadult pár sínszállítót teherkocsi. Hát az, hogy mitől, azt pontosan nem tudom, de nyilván azt nem működött rajta a fék, és elindult, és ott a lejtőszakaszon nagyon felgyorsult, úgyhogy nem tudták megfogni. Ugye ott Kistarcsa után van egy nagy lejtő, ott illan a telepcinkot a környékén, ami elég meredek, és ott annyira felgyorsult, nem tudták féksadóval sem megfogni, és egészen eddig eljött. Az első még éppen sikerült a váltót egyenesbe tenni, hogy ott át tudjon haladni, így késő este. És akkor egészen idáig itt már ugye lassulva, mert ez már nem lejtősző pályaszakasz, hanem vagy vízszintes, vagy enyhén emelkedő, és akkor itt a 60 környéken lassult le, viszont ezt az ívet 60-nál már tudta bevenni. És itt abban a szemközti épületbe csapódott be az összes szerelvény, ami akkor egy autószalon volt, egy Bangartner autószalon volt, hát azóta már elég sok minden volt itt, étteremtől kezdve szőnyegboltig. Jelen az, hogy most is szőnyeg volt, bár biztos, hogy nyitva is van. Hát itt nem tudom, hogy hol tudunk átmenni. Valahol megpróbálunk. Egyébként itt van egy közútnak egy ilyen villogó sárga jelzése, hogy ez veszélyre figyelmeztető. De itt most megpróbálok átmenni. És úgy látom, nem jön semmi. Úgyhogy telefonnal készítettem, én 2010 környékén. Akkor még itt az aszfaltban a siklások a nyomai is látszottak.
Azóta újra aszfaltozták itt a kerepesit, úgyhogy már nem, de... De ugye maga a vágás, és akkor itt még látszanak az oszlopok is, a felső vezetéktartók, meg még a vezetéket tartó kampó is megvan. Úgyhogy ez itt érdekes. Itt is majd, ha vált a lámpa, akkor át tudok menni. És egyébként ott van, ez már a 100-as vasútvonal, és épp egy vonat. Ez valamilyen Intercity. Ez egy szegedi gyors Intercity kombó. Végén egy bicikli szállítóval. Közben elérkeztünk ide, ahol átjött itt már ezen az Albert Jézsai úton is. Ahol, mint látjátok, itt elmegy itt az épületek mögött. És itt is lehet, itt többször kín van a megállás a jelző tábla. Mert hogy itt már, és akkor itt van ez a, hát most már szőnyeg volt. Diego, de baleset idején itt egy autószalon volt. Aztán ideig volt itt ételem is. És eddig lehet eljönni. És akkor mindjárt ide benézzünk. Mert innen megy tovább a Vágány-Kőbánya teherpályaudvarra. Úgyhogy itt a volt Örököldi pályaudvar területén vezet át, ami most, aminek a helyére most a irodaház épült. És ennyi. És akkor ott hát látok benne egy váltót, ott ketté ágazik, onnastól kezdve két vágány megy egészen a Kőbánya teherpályaudvarig. És mondom, a Törökköri rendezőpályaudvar volt itt korábban, ugye egyel arrébb, de annak a helyén irodaház épült, viszont ott van egy füvesített vágányszakasz, azt most nem tudom megmutatni, nem tudok oda bevenni, ami ugye, tehát itt le van zárva, az látszik, maga a vágány, és csak amikor vonat jön erre, akkor itt át szokták engedni. És ott van az irodaháznak a kertjében egy füvesített vágány, ott van mind a kettő, és a hévszállítások, meg az üzemi szállítások arra mennek. És ugye itt fordul rá a Kerepesi útra, amerről jöttünk. Meg van még egy kiágazása a Fehér úti járműtelepre, a vágánynak, azt megpróbál megkeresni, az valahol erre fele van. És akkor lássátok fele, itt van a kiágazó vágány, megpróbál egy kicsit jobban rámenni, hogy áthalátjátok majd. Akkor, és az már ott a törökőri rendezőpályaudvar helyén épült irodaháznak a kertje, a hűesített vágánnyal együtt. Onnan az egyik vágányból ágazik ki ez a másik iparvágány. Egyébként a törökkori rendezőpályaudvar négy vágányos volt, ha jól emlékszem a régi felvételekre. 1995-ben még megvolt és használták is. És ez a vágány, ami most állok, ez a Fehér úti jármű telepre megy be így hátulról, így a metró megálló mögött. A Pillang utcai metró megálló mögött megy, és... Igen, az ott a háttérben pedig már nagy vasúti töltés, ez a 100-as vasúton, ez a Budapest-Szeglét-Szolnok. Úgyhogy folyamatosan mennek a vonatok. Igazából a vonatból lehet legjobban látni itt a Kőbánya teher pályaudvart, meg ezeket a vágányokat. Ez az ott látszik jobban. És egyébként ott a háttérben van az irodaháza, még a törököli rendezőpályaudvar helyére épült. És egy picivel addig van kőben a teher, de addig már fog elmenni, mert igazából nincs semmi értelme, meg oda úgyse lehet bemenni. Ha semmit nem lehet látni. Egyébként még onnan kiágazik a királyvágány, ami a 120-as vasútvonalnak egy összekötő vágánya. Közben ez a kis ősvezértértől a kőbánya teherpályaudvarig tartó vágány bejárása az ennyi volt. Mégis mindent megnézzük, meg rögtön bejöttek utatni a Fehér úti járműtelepről vezető kiágazást is. Tehát bejjebb sajnos nem lehet menni most, mert ugye ez le is van kódolozott, még építkezés is van, úgyhogy egyelőre ez ennyi. Ez csak egy ilyen kis rövid videó lett akkor. Hát de esetleg azt, hogy megnéztétek, a többit azt tudjátok, like, dislike, és ha tetszett a videó, és szeretnének hasonlók, akkor fel is lehet iratkozni. Vonalbejárós videókra vannak tervek, de hogy pontosan mikor tudok menni, azt még nem tudom, tehát az minden ilyen, de rengeteg vonalbejárós videóra megvan már a terv is, meg már menetrendet is néztem, csak nem biztos még a... Értelem még a vadélódán sem tudom, hogy holnap el tudok-e menni reggel. Ez majd csak este fog kiderülni. De hogyha minden összejön, akkor holnap is még elmegyek vonalat bejárni.
És hát akkor köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!